Néhány órával azután, hogy felkerült a legszebb lányra a korona, az estélyi és koktélruhák pedig a váfákra kerültek, a Honey Beast több ezer ember előtt lépett fel szombat este az aznapi programsorozat zárásaként. Messzire elhallatszott a rajongók hangja, Tarján Zsófival együtt énekelték az ismerős dalszövegeket. A sikert sikerre halmozó együttes nem először járt nálunk, de ez volt az első alkalom, hogy a közönségük medencéből kísérte figyelemmel a koncertet. Aranylemezes együttes, amely üstökösként robbant be a köztudatba. Több milliós nézettségű például a Bódottá és az Így játszom klipjük is, ami egyébként mindössze 3 hónapja került fel a legnagyobb videó megosztó portálra. Tavaly is koncerteztek már nálunk, a Hungaroszpa 90. születésnapi ünnepi hetét pedig ők kezdték. Most már biztosan tudják, a Honey Beast zenekarról van szó. Az együttes óriási hangulatot varázsolt a közel 2000 fős közönségnek. Tarján Zsófi énekesnővel koncert után beszélgettünk. Nagyon jól éreztem magam, és szerintem a zenekar is. Eleinte egy picit mindig tartok a strandos buliktól, mert úgy érzem, hogy a strand az elsősorban arról szól, hogy pihenjünk, hogy elmerüljünk a vízbe, és hogy élvezzük a napsütést, és nem tudtam, hogy hányan lesznek itt a koncerten. Aztán itt volt a színpad előtt egy üres medence, és az egész megtelt, és olyan volt, mintha egy kisebb fajta arénában játszanánk, mert a medence szélére is ültek, tök jó volt. Ahogy ültem a koncert alatt a medence lépcsőjén, figyeltem az arcokat. A Honey Beast közönségét tapasztalataim szerint nem lehet behatárolni. Minden korosztályból sokan jöttek és énekelték a szövegeket. Gyerekek, felnőttek egyaránt ugráltak, tapsoltak, táncoltak és skandálták a szövegeket. A közel 2 órás koncerten természetesen a legismertebb slágerek is helyet kaptak. Ez úgy alakul ki, hogy minden egyes turné előtt csinálunk egy elég komoly próbaidőszakot, akkor döntjük el, hogy melyik szám jön, mely szám után, tehát akkor alakul ki a sorrend, és amikor elindulunk a turnéra, akkor már kialakul egy sorrend, és maximum, hogyha esetleg egy kicsit kevesebb időnk van játszani, akkor lehúzunk egy-két dalt, de többnyire állandó. Ma a teljes turnéműsort lehetett hallani. Nem csoda, hogy a pihenés szó egyre halványul a szótárukban. Pihenés? Mi az? Nyaralás? Most így számoltunk, osztottunk, szoroztunk, és hát ilyen 170 fellépés körül vannak a fellépések az egész évre. Értendő. Nyáron pedig olyan 50-60 fellépés között szokott záródni egyébként, úgyhogy eléggé sok fellépésünk van, úgyhogy az én szótáramban nem szerepel a pihenés, a nyaralás szó, szóval ilyen, hogy telelés esetleg. Sorra jönnek új számokkal, amiknek szövegét a közönség rekordidő alatt elsajátítja. A slágerlistákon mindig szerepel a nevük. Sikerük évről évre csak nő. Számos tervvel tekintenek a jövőbe. A új lemez az van, most jelent meg nem régen a Súlytalan című lemezünk, és elég sokan megnézik a dalokat, elég nagy sikere van a különböző megosztó portálokon, és ezért nagyon hálásak vagyunk. Az Így játszom című dal többször is volt listavezető a Petőfi Rádión, és ennek is nagyon örülünk. Nagy buli. Hát lesznek nagy bulik, például augusztus 25-én fellépünk a Budapest Parkba, és erre már vannak az előkészületek, elég komolyan zajlanak, folyamatosan brainstormingol a csapat, hogy milyen látványelemekkel tudnánk felturbozni még a koncertet. Mikor megmondtál,
A koncert méltó nyitánya volt a Hungaroszpa ünnepi hetének.